Jó estét kívánok! Szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit körmenden. Ahogy ez már szokásunk, kezdjük a ma esti dharma beszédet is az OM nám mantrával, amely az univerzum a maga tisztasságában. Ezt közösen recitáljuk el hétszer. OM Köszönöm szépen. A mantra hangzása és közös recitációja megkönnyíti, hogy mindannyian megérkezzünk ide, hogy ebben a pillanatban itt legyünk ebben a térben, és elkezdjük a zenről azt a tanítást, amelyet 2500 éve Sákjamuni Buddha óta igyekszünk átadni csak a következő generációnak, az itt jelenlévőknek. Miért van erre szükség? Az ember egy nagyon érdekes lény. Mindannyian tisztában vagyunk egy olyan verzióval, ami most nálunk jobb lehet. Egy olyan énnel, amely nem olyan, mint a mostani. Egy olyan világgal, amelyik jobban működik, mint a jelenlegi. És ahhoz, hogy ezt a működést javítsuk, ahhoz, hogy magunkon egy picit emeljünk fölfelé, az érdemes megtapasztalni, hogy mi a lényeg. Mi az, ami ezt az egészet látja? Hogyan működünk mi, mint ember, mint pár, mint család, mint társadalom? Hogyan működünk? A működés törvénye a darma. Az, ahogy megnyilvánul, az a karma. Hogyha a darmát nem ismerjük meg, akkor nem látjuk a világ törvényét. És elsősorban magunkban és a közvetlen jelenségvilágban kellene ezt látnunk. Mert ennek a törvénynek az írott változata az eléggé hiányos és hézagos. Még így is elég sok jó írás létezik, elég sok hiteles tanítás létezik, de ha magunkban nem fedezzük fel ennek a forrását és közvetlen működését, akkor nem élő a darma, nem élő a tanítás. Akkor valaminek csak a használati utasítását olvassuk, de magát, a működést még nem tapasztaltuk. Mindenki tudja, hogy az étteremben nem az étlapot esszük meg, hanem az étlap alapján választunk. De az, hogy magunkat mennyire ismerjük, és mennyire működünk helyesen a világban, az e kettő közti összefüggést nagyon kevesen látják. Általában ott szokott megállni az ember, amikor úgy érzi, hogy már annyit panaszkodott, hogy nem tud változtatni érdemben magán, másikon és a világon. Amikor már elég volt a küzdelemből, és belenyugszunk abba, hogy ez az egész csak ilyen lesz, mint most. És az a jó hír, hogy ezt a fajta megalkuvást senki és semmi nem teszi szükségessé, vagy elkerülhetetlenné. A zen ott kezdődik, amikor az energiádat befelé fordítod, a figyelmedet befelé irányítod, és egyre tisztább tudattal igyeksz el létezni. Nincs egyetlen elveszett pillanat sem. Mindegyik pillanatot felhasználhatod arra, hogy figyelj. Figyelj kívülre, és figyelj belülre. Tehát a zenót kezdődik, hogy a figyelmet befelé fordítod, és felteszed azt a kérdést, amely kinyitja a tudatot. Mi ez, ami lát a szememmel, hall a fülemmel, Érez a szívemmel, gondolkodik az elmémmel, és legfőképpen kimondja azt, hogy én. És ezáltal a kertben a tagságját elvesztette. És ki kellett onnan mennie, és a tagságit nem újították meg. Tehát nézzük meg, hogy az ember egy olyan szellemileg evolváló, fejlődő lény, hogy akármennyire is úgy tűnik, hogy körben-körben haladunk, Mégis a tudatosodás útján vagyunk, mert ez elkerülhetetlen. Újabb és újabb kérdések, kihívások és problémák merülnek föl, és az életet úgy szeretnénk élni, hogy relatív békében, jólétben, harmóniában legyünk. Ez miért nem sikerül? Azért nem sikerül, mert ezt a kérdést nem műveltük ki eléggé. Nem ismertük meg önmagunkat és a világot kellőképpen. Onnantól kezdve, hogy ez az ismeret hiányos, szenvedünk. Hibát követünk el. Honnan származik a hiba? Nézd meg, hogyha magadról nem alakítasz ki helyes képet, akkor az önképed és az önvalód különbözik. A különbség nagysága a szenvedés mértéke. Minél több illúziót táplálsz magadról és a világról, annál inkább tévedésben vagy. Annál inkább helytelenül látod magadat és a világot. Annál kevésbé ismered föl a működést, a darmát. És ezért helytelen karmát hajtunk végre beszédben, gondolatban, érzelmekben, tettekben. Nem helyesen, nem tisztán látunk a szemünkkel, nem jól hallunk a fülünkkel. És az önkép és az önvaló közti távolság néha akkora, hogy egyszerűen elveszítjük, elfelejtjük azt, akik tényleg vagyunk, és ahhoz az önképhez, elképzeléshez ragaszkodunk, amely hamis. És a szenvedés nem szükségszerű. Ez a távolság csökkenthető, a belátás által, a helyes gyakorlás által a tudat tükre tisztítható, megszabadulhatunk a hamis azonosulásoktól, az illúzióktól, a tévedésektől. Akármennyire is furcsának hangozhat, erre mi mindannyian, mint emberek képesek vagyunk. Miért? Ha tudsz beszélni, tudsz énekelni. Ha tudsz járni, tudsz táncolni. Ha ki tudtad mondani, hogy én, akkor el tudod érni igazi önvalódat. Ennyire egyszerű. Csak dolgozni kell érte. Gyakorolni kell, erőfeszítést kell tenni. Önállóan, közösen, családban, csoportban, egyénileg. És akkor változó. Miért kell a kérdést föltenni, miért érdemes befelé fordítani az energiát? Hölgyeim és Uraim, ez nem köldöknézés, nem valami lár, -lár öncélú foglalkozás. Végképp nem olyan vallásos, szellemi vagy spirituális önzés, amit joggal nézhetnénk le az, amit magamon javítok, az már segít a családomnak. Már segít a társadalomnak. Hogy kevesebb düvel, kapzsisággal, tévedéssel megyek ki az utcára, és kölcsönhatok a világgal, ez már segített. Ezt a fajta belső takarítást, a tudat tisztítását nem lehet csak úgy saját elgondolásból elvégezni. Miért? Mert pont ezek az elgondolások a hamisak. Ezek az elgondolások vezettek eddig félre ezek a nézetek és vélemények a szenvedés okai. A buddha rendkívül világosan fogalmazott. A szenvedés tényét meglátni az emberi élet része. Ettől ne ijedjünk meg, és ne akarjunk elszaladni előle. Mert aki megszületett, az felnő, megöregszik, megbetegszik, és meghal. Mindenki, aki emberi testet fölvett, az ezen keresztül megy. Kivétel nélkül len harcolni teljesen felesleges. Az, hogy egészségesek legyünk, az fontos. Az, hogy jelentéssel bíró életet éljünk, hogy magunkon és másokon egyaránt segítsünk, hogy törekedjünk a boldogságra, a sikerre, a megvalósulásra, a harmóniára, a beteljesülésre, ez mind az ember eredeti joga és lehetősége. De a szenvedés tényét nem tudjuk elkerülni. Ennek van oka, ennek van megszüntetése, és van a megszüntetésnek útja. Ez a négy nemes igazság, amelyel Sákjamuni Buddha kezdte a tan kerekének megforgatását. A zen szó szerint azt jelenti, hogy meditáció, elmélyülés, befelé fordulás, letisztulás, egyévállás. Így egyben. Ez a gyána szanszkritó. Ahogy ez átment Kínába 28 generációval később, Channa lett a kiejtés, utána Chan, Koreában Szon, és Japánban Zen. Ez jött el Nyugatra, idestova már több mint fél évszázada, mint gyakorlat. Azelőtt, mint műveltség, mint akadémikus tudás, már sokkal korábban jelen volt. Az igazi gyakorló közösségek jelentek meg, úgy 40-50 évvel ezelőtt, esetleg 30. És most, itt van Nyugaton, illeszkedve a társadalomba, a kultúrába, Segítvén az embereket a keresés útján, hogy megtaláljuk egy picit a lényeget. Elég egy picit, nem kell nagyon, csak egy picit rássunk rá arra, hogy mik vagyunk mi valójában, hogy hogy működik a világ. Tehát az úton csak az illúzióidat veszítheted el. Azokat a téves nézeteket, amelyekből a harag és a kapzsiság származik, amelyből a szenvedés származik, amely a szenvedés oka. A megszüntetése pedig azoknak a dualitásoknak a meghaladása, amelyekben eddig abszolútként hittél. Abszolútként hitted, hogy van olyan jó és rossz, amely tőled független, amiben te nem veszel részt, amely nem az emberi tudat alkotása és terméke. Hogy van egy olyan abszolút én, amely változtathatatlan, hogy van benned valami, ami fölötte nem uralkodhatsz. És a belátáspont ezt hozza, hogy minden karma múlandó feltételhez kötött és tökéletlen. Ha azonosulsz a karmáddal, akkor ez a három törvény ellened dolgozik, mert állandóan tökéletlennek érzed magad, és félsz a haláltól, mert a test múlandó, és sosem érzed magad szabadnak, mert mindig függsz valamitől vagy valakitől. De ha gyakorolsz, akkor a tapasztalat elhozza neked azt, hogy igazi önvalód nem azonos mindezekkel, ahogy a tükör sem azonos a tárgyával. Csak annyira szeretjük a tükör előtt a tárgyat, hogy beégetjük a tükörbe, rárajzoljuk a tükörre, és azonosulunk azzal, amit látunk, és ezért nem látunk tisztán. Azonosulunk azzal, amit hallunk, és ezért nem hallunk tisztán. Azonosulunk azzal, amit elgondolunk, és ezért nem gondolkodunk tisztán. Érzelmek ugyanez. Úgyhogy itt a lehetőség mindenki számára most is, évszázadokkal ezelőtt is. És ha jól csináljuk évszázadokkal később is, hogy érjük el a felébredést. Legyünk csak egy picit felébredettebbek, mint tegnap. Lássunk rá magunkra ítéletmentesen, dualitásmentesen, de helyes megkülönböztető bölcsességgel. Lássunk rá a világra, ahogy van, és nem úgy, ahogy képzeljük. Nem úgy, ahogy félelmünkben látjuk, és ne úgy, ahogy reményeink gyönyörű. Kötképei között látjuk, hanem úgy, ahogy van. Lássuk a világot a teremtett voltában, hogy ezt mi, 7,8 milliárd ember és még számtalan érző lény, és a természeti környezetünk és az egész univerzum, ez határozza meg. Mi ezen a Földön egyedüli felelősei vagyunk a tudatos életnek, mert más tudatos faj nincs. Vannak intelligensek, de olyan tudattal rendelkezők, mint az ember, olyan nincs. Ezért a mi dolgunk, hogy ezt a házat rendbe tartsuk. A mi dolgunk, hogy ezt az emberi társadalmat rendbe tartsuk. Nem háríthatjuk a felelősséget más lényre, más létezőre, más lénycsoportra, ez a mi dolgunk. Akármit hiszünk, vagy akarunk bebeszélni magunknak. Úgyhogy az ok és okozat törvénye világos. Az út követhető. A tan megtanulható. A gyakorlat végezhető. De senki nem fogja neked mondani, hogy csináld. Ennek belülről kell jönnie, mint motiváció, azzal a kérdéssel, hogy mi a megoldás? Hogyan lehetek egy jobb változata mostani önmagamnak? Hogyan tudok segíteni magamon és a világon egyaránt? Az zen tehát nem kész stratégiákban gondolkodik, hanem azt javasolja, hogy ezt az én képet tisztáz le. Tudatosítsd a karmádat, lásd helyesen a világ működését, és ekkor tudsz javítani magadon, anélkül, hogy ezt elvárnád a másiktól, mert ő is csak a saját akaratából teheti ezt. Ekkor megszűnsz panaszkodni, elvárni, frusztrálni és irritálódni, sértődni és sérteni. Ezekre teljesen egyáltalán nincsen szükség. Miért tesszük mindezt? Mert pótcselekvés, mert nem tudunk jobbat. Egyetlen egy őszinte kérdés belül, hogy mi ez? Mi vagyok? Mi az, ami belőlem beszél? Mi az, ami lát a szememmel? Hall a fülemmel? Ez már elég ahhoz, hogy a tudatot egy kicsit kijebb nyízd, hogy az eddigi fix nézőpontot egy picikét kitágítsd, hogy a tudatot tere nagyobb legyen, mint az a válság, amelyik éppen fölrobbant benne, hogy ne feszülj rá a karmádra hogy ne kényszerből okoz szenvedést és tapasztalj szenvedést. Úgyhogy nem túlzás azt mondani, hogy a meditáció, a helyesen elvégzett gyakorlat az a megszabadulás és a megszabadítás útja. Hogy nem kell másra számítani, csak magunkra és így egymásra. A kezdeményezés a miénk, a döntés a miénk. Senki nem fogja neked azt mondani, hogy neked már pedig meditálnod kéne esetleg, akik közel állnak hozzá, de szintén adósak ezzel, ők szokták mondani. A meditáció módszere rendkívül egyszerű. Mit csinálsz most? Tudatos-e a lélegzeted, látod-e a gondolataidat, érzed-e az érzelmeidet, itt vagy -e ebben a pillanatban. Az összes módszer azt szolgálja, hogy ez letisztázódjék. És hogy ebben a térben, ebben az időben, itt és most, tisztán tisztán haj, belül és kívül. Amikor a zen, mint szó jelentéséről beszéltem, az egyévállást is mondtam. Az egyévállás azért fontos, mert amíg a belső tered és a külső tered külön van, addig az egófal leválaszt a világról, elválaszt a másiktól, nem hallod meg, hogy a másik mit mond, és nem látod meg, hogy mi van körülötted. Ez a fal, ez nem lebonthatatlan. Ugyanabból az anyagból van, mint az út, csak a különbség 90 fok. Tehát a létnek a jelenségeiből, a személyiséged elemeiből építhetsz falat is, jó étvágyat, eléggé nehéz kenyér. Vagy építhetsz belőle utat is. Ugye mit szeretnél? Falat vagy utat? Az útnak van széle, a falon vághatunk ajtókat, de az a mi dolgunk, hogy merre menjünk, és ezért Nirvánába költözött tanítom, Szungszán Zemmester egyik nagyon fontos tanítását idézem így a bevezető végén. Az endben három nagyon fontos dolog van. Irányvétel, irányvétel és irányvétel. Lefordíthatom motivációra, szándékra és célképzetre, hogy egy kicsikét kibontsam, és ne legyen ennyire egy sikú. A motiváció az a múltból gyűjtött tapasztalat, a szándék a mostani akaratvektor, és ugye a jövőkép, az elképzelés, az a cél, hogy mit szeretnél elérni. Az a jó, hogyha ez a három így egy irányban van. Ekkor vagy tényleg őszinte magaddal, és előbb-utóbb akkor másokkal is. Kinek van kérdése? Azt szeretném kérdezni, hogy kapok visszajelzéseket a környezetemből, de első körben nem pozitívakat, tehát... Adnak körül, mert az hihető. Azt érzem, hogy, hogy mint hogyha elkezdenek kitaszítani a környezet. Tehát, nem értik, mivel foglalkozom, nem értik. Tehát a környezet, mint házak, parkok, macskák, kutyák, vagy valami egyéb? Az emberek. Az emberek. Tehát az emberi környezet nem az épített környezet, nem a természeti környezet, hanem az emberi környezet. Hát ez egy, meg szeretnéd őket győzni, hogy ezt nem kéne? Igazából nem. Akkor jó, mert nem fogod. Csak Tehát szeretném. Mi alapján taszítanának téged ők ki? Ártasz nekik? Nem. Megsérted őket? Nem. Ítéletet alkotsz fölöttük? Én nem. Okozol nekik szenvedést? Nem. Akkor nincs gond. Akkor úgy tűnik, hogy a véleményalkotásuk, félelmük, tájékozatlanságuk és egyebük, ez az, ami téged taszít. Hát jobb is. Azt hiszem, értem. Jó. Köszönöm. És ez nem ennyire egyszerű, mert akkor az ember aki zen órát fölhúzná, és mindig neki a följebb, hogy ugyan nem értitek, ugyan ti alkottok ítéletet, ezzel már vissza is fordította a repülőgépet, sajnos, ugye? Tehát várd meg azt a szentséges pillanatot, amikor legalább egyszer azt hallják, amit mondasz és akkor kérdez, hogy szeretnéd-e megismerni, hogy pontosan mit csinálok, mert eddig nem azt láttam. Segíthetek-e neked abban, amiben eddig nem jutottál előre? Mert igazából a segítő szándék lesz az, amely tényleg megfordítja a véleményalkotást, hogy hú, hát ő tényleg nem is olyan, amilyennek én el szeretném gondolni. Úgyhogy a segítő szándék az, amely tényleg ott áll a tálcával a fal mellett, hogyha valaki a saját falába beleveri a fejét és elkezd vérezni, akkor te legyél az első, aki megkérdezi, hogy segíthetek? És ez nem azt jelenti, hogy hagyod, hogy beráncson a kanál a saját karmájába. Magyarul nem válasz fel olyan élethelyzeteket, ahol ő átadhatná a felelősségét és a szabadságát neked. Tehát mindig hajlandó vagy segíteni, de mindenki oldja meg a saját feladatát. Ezt nem lehet átvállalni. Mindenkinek saját sorsa van. Mindenkinek saját arca, teste, karmája, énje van. Ennek megvan a házi feladata, mint a kis személyre szabott hátizsák. És ezért tud segíteni másoknak, de ne akard átvállalni mások sorsát. Ezt nekünk kell megoldani, mint egyén, mint pár, mint család, és mint nép, mint társadalom. Az lesz szám egy nagy dolog, amikor ezt társadalmi szinten elvállaljuk, és nehogy azt itt, hogy azt akarom, hogy Zen legyen itten a többség. Annyi munkánk van, anélkül is. Nem. Mindenki járja az útját. Mindegy, hogy mi a tanítója, ki a tanító, csak a felébredés felé érdemes menni. Jó? És itt, amikor ítélet alkotó negatív visszajelzésekkel vagy körülvéve, nézd meg, hogy te követtél el a hibát. Ezért volt az előző kérdés sor. Hogy tényleg van a javítani való? Azt javítsd ki nem kell mások elvárásainak megfelelni, mert azt nem fogod tudni. Akkor szétszakadnál darabokra. Lelki felnégyelődés, mert anyu ezt akarja, apu azt akarja, após ezt akarja, anyós azt akarja. Négy különböző dolog, vagy alig átfedő igényrendszer. Nem fogod tudni kielégíteni. Tehát nézd meg, hogy a segítő szándék, a miben segíthetek kérdés, hová visz, nagyon jó helyekre visz. És hogyha az emberek ezt tapasztalják tőled, akkor ezzel te nem gyengébb leszel az együttérzés az nem sebezhetőség. A bölcsesség, a nem dualisztikus látásmód az nem butaság. A cselekvés, az akarat, az nem önzés. Úgyhogy lehet ezt úgy csinálni, hogy előbb-utóbb tisztán látnak a környezetedben lévők, de néha kifejezetten jó, hogyha ez a taszítás egy kis távolságot épít be közéjük és közéd. Arra vigyázz, hogyha megfordulnak a vélemények, és mindenki elkezd pozitív, szerető, elfogadó, együttérző, keblükre ölelő véleményeket hangoztatni, akkor kell nagyon figyelni. Az kevésbé hihető. Jó? Akkor már akarnak valamit. Ö, hát az az igazság, hogy nekem több kérdésem is lenne, szabad így egymás után feltenni? Darabonként. <laughs> Jó. Ö... Hát az első kérdésem az az lenne, hogy ha valaki segítséget kér tőlünk, és ö, igyekszünk úgy segíteni, hogy nem konkrét válaszokkal és elétenni azt, hogy mit kellene csinálni, hanem kérdésekkel, hogy ahogy, ahogy a tanításban van, hogy közelebb jusson a saját válaszaihoz. És amikor ö, a kérdéseket fölteszem, és mégis ezt egyfajta támadásként éli meg. Csak azt éli meg támadásként, ne viccelj, ha elé tennéd. És megetetnéd, akkor azt nagyon megköszönné. De ha kérdezel, vagy kérdeztetsz, a strapás, az nem tetszik. Meg gondolkodni kell, meg látni kell. Na, ha ezt elvállaltad, már segítettél neki. Uh -huh. És hogy aki kéri magának, attól még ő ez dolgozik a későbbiek. Nagyon, akkor még olyan defenzíva van-te? Hát akkor még nyugodtan menj át a másik szobába, készíts el egy vanília pudingot, és várd meg, hogy elfogadja a véleményedet. Várja, türelem, nem kell semmit se, amit nem akar. Ha még van ereje védekezni, lehet, hogy nincs rá szüksége. Köszönöm. A második kérdés az egy uh, elég friss és személyes. Az első is az volt, de folyton. <laughs> Lehet-e lehet a gyermektelenség egy karma? Hát csak az lehet. Uh -huh. És uh, hogyha vállalunk, uh, felvállaljuk azt, hogy mi örökbe uh, fogadunk egy kis életet akkor az első találkozásnál várhatom-e azt, hogy úgy találkozik a két karma, hogy én tudni fogom, hogy igen, vagy tudni fogom azt, hogy nem. Amennyire tiszta a tudatod, olyan tisztán látod annak a lénynek a karmáját, akit be akarsz fogadni. Van különbség. A különbség az, hogy amikor boldognázban férfi és nő világra hoz egy gyereket, akkor az a ti közös karmátoknak és a családi karmának a vonzása. Egyfajta egyenlet, hogy ki az, aki abba a családba befér karmikusan. Ezért szoktam mondani, nem a szomszédhoz születtél, még végképp se, hanem a szüleidhez születtél. Nem születhettél máshova. Ha valakinek az a karmáj, hogy örökbe fogadják, akkor nem volt erős a biológiai szülőkkel a vonzás. Viszont, hogy a befogadó szülők szempontjából ez milyen, az a te intuíciódon, érzelmi és értelmi intelligenciádon múlik. Ezért nagyon-nagyon kell figyelni és leválasztani az ideálokat erről az egész műveletről. Ne úgy lásd azt a csöpséget, ahogy te már akarod, ahogy te a lelki szemeiddel elképzelted. Lásd úgy, ahogy van, és érezd meg, hogy van-e lélekkapcsolat. Ez nem pusztán szeretet, ez sokkal mélyebb ennél. A szeretet az a helyes megfogalmazás, az a helyes környezet, a helyes viszonyulás. De hogy valójában milyen karmád van azzal a lényel, mit vált ki belőled, hogyha tiszta a tudatod, az az első öt percben elég jó kiderül. Ebben az esetben a vonzás az, az, az rólunk szól, és... Hát az mindig egymásról szól, a egy vonzás másról. az olyan. A uh -huh. mágnesek már ezt elmondták. Jó, köszönöm. És akkor a harmadik kérdésem pedig az lenne a meditációval kapcsolatban, hogy hogy kell jól meditálni. Ez engem és is érdekel, meditálni. <laughs> Elmondom, el -e úgy, úgy kell meditálni, hogy elvégezed a meditációtól ig és megfelelően követed a technikát, hogy az befele működjön, kifele működjön. Nincs jó vagy rossz meditáció. Olyan van, hogy elvégeztem a meditációt, vagy nem. És ebből az előző a jó, az elvégzett meditációja jó. Az, hogy horrorfilmet látsz belül, mesefilmet látsz belül, dokumentumfilmet vagy science fiction az a te karmád, de hogy látsz, az a fontos. Jó, köszönöm szépen. Szívesen. Előbb-utóbb minden film tekercse kifogy. És két tekercs között a tiszta fény, na, ott van a lényeg. Ö, és nem szabad megállni akkor, amikor jön ez a sok szájászikson és... Ö, Egyébként és hová ség. mész? Mikor? Amikor azt mondod, hogy nem szabad megállni, akkor merre mész? Itt, na ez a két gondolat közötti önmagad, na ez kell. Akkor a mozgás és a mozdulatlanság között így gondolkodtál, hogy most milyen választ adjak erre a kérdésre, amit alig értettem, hogy miért tette föl? Na ez a pillanat, ez kell. És akkor nincs mozgás, hogy megyek valahova, vagy megálltam. A világ rej, sose áll meg. De van valami, ami nem mozdul. Ez a nem mozduló tudat, ez kell. tehát ez mindig itt van. És a jelenségek pedig mindig mozognak. Nézd meg azt a kuant, hogy a folyóvíz áll, de rajta a híd, az folyik. Van még kérdése? Nincs, de ezen gondolkodom. Ne gondolkodj rajta, kérlek. <gül> <Nem>. <gül> Csak lásd belül magát a képet és a képalkotót. A kuant azért jó, mert a paradox mindig kibillent a kényelmi zónádból és a paradox felöleli a világot, a téves nézetek elleni golyóálló mellény, az teljesen áttetsző gondolat ez a paradox, mert nem hagy ki semmit, nem sarabol le semmit, nem takar el semmit, hanem az ellentéteinket úgy mutatja, ahogy tényleg vannak, és a meghaladást elősegíti, tehát a kuhanok biztos, egyéb paradoxonok nem biztos. Tehát akkor, hogyha ö, válaszokat minden áron szeretnék tudni, ez akadályozhatja azt, hogy válaszokat kapjak? Ha nem ismered azt, ami a válaszokat tudni akarja, akkor ez akadály lehet. Úgy haladja az úton, hogy nem mozdulj. Jó, köszönöm szépen. Szívesen. Elhangzott egy olyan kifejezés, ami engem hosszú évek óta foglalkoztat, ez pedig a szenvedés. Nagyon sokféle útba belekostoltam, és ez, ez mindenhol egy kulcs kifejezés ö, a szenvedés. Mindenhol? Hát ö, bennem ez, ez meghatározóan maradt meg. Úgy érzem, hogy, hogy mindenhol, amerre én eddig jártam. Tehát te ezt találtad? Hogy mindenhol, minden változatban benne van a szenvedés, mint fogalom. Így van? É, igen. Nagyon jó. Folytasd, légy szíves. Erre még visszatérünk. Engem ez olyan ö, szempontból piszkál, ö, nem tudom elfogadni azt, hogy a szenvedés ö, szükségszerű része az útnak. Illetve hiányzik nekem a, a szenvedés ö, pontos meghatározása. Már kettő dolgot mondtál, amire szeretnék válaszolni, és ne feledd a többit. A szenvedés, mint az út szükségszerű része, ha ezzel neked bajod van, akkor sehol nem találod meg a helyedet. És itt nem a spirituális vagy vallásos utak interpretációjáról van szó. Itt arról van szó, hogy felismertük-e emberi helyzetünket. Egy. Szeretnénk örökké élni, de meghalunk. Szeretnénk tökéletesek lenni, de nem vagyunk azok. Szeretnék szabadok lenni, de mindig függünk valamitől vagy valakitől. Tehát itt például ebben a teremben mindenki függő olyan oxigén vagyunk, hogy öt percig nem leszünk nélküle meg. Olyan szeretet függőek vagyunk, hogy ha magányos, hogy az utolsó kóbor macskát befogadott, csak valaki melengessen meg esténként. Annyira étel és ital függőek vagyunk, hogy pár nap, pár hét, és utána szerbusz, mert nem ittál eleget, és nem ettél eleget. Ha ezt a szenvedést meglátod, hogy a mulandóságtól, függéstől és tökéletlenségtől az ember tud függeni, tud tökéletlen lenni, Tudomásul tudja venni a mulandóságot, de nem szeretjük. Tehát ez az egyik tény. A másik, az a négy kisebb. Olyanok társaságában lenni, akiket nem szeretsz. Előfordult? Igen. Akkor szenvedtél, és ez mindenkinek előfordul az életében. Nem lenni olyanok társaságában, akiket szeretsz. Hát ez még gyakrabban előfordul. Olyat kapni, amit nem szeretsz. Bontottál már föl ilyen sárga, csekkes levelet? Biztos vagyok benne. Vagy nem kapni olyat, amit szeretsz. Karácsony ajándékot a hét minden napján. Tehát amikor arról van szó, hogy ezt a négy kisebbet az ember hogyan viseli el, másképp, kicsikét felnőttebben, de a négy nagyjal a születés, öregség, betegség, halállal nagyon nehezen tudunk szembenézni. A jó hír az, hogy a zen, illetve a buddhizmusnak a többi ízváltozata, ez a szenvedés nem elszigetelten említi, nem változtathatatlan tényként említi, hanem a másik három nemes igazságot hozzáteszi. Tehát mindenképpen része az útnak a szenvedés felismerése, mert enélkül nem találhatnánk meg az okát. Nem lenne meg a megszüntetése, és nem járhatnánk a megszüntetés útját. Tehát azzal lenne a baj, hogyha a szenvedést abszolutizálnánk, hogy csak ez van. És te, mint ember, nem változtathatná rajta. Mert függenél mástól, másoktól, égitől, földitől, pokolbélitől, a világ fölött, itt, alatt valami van, aki helyetted ezt létrehozta és meghatározódik az ember ezáltal. Nincs ilyen. Tehát az emberi tudat teremti ezt a világot. Én azt javaslom, hogy ezen keresztül nézd az utakat, a vallásokat és azt a fajta világot, amit teremtünk egymásnak. Ugyanis miért találtál mindenhol szenvedést? Mert azt kerested. Van, aki a buddhizmusban sem a szenvedést találja meg először, hanem a nirvanisztikus boldogságot. Hogy hogyan, az az ő dolga. De ahhoz, hogy ezt megtarthassa, ahhoz a másik hármat is föl kell ismernie. Neked a szenvedéshez kell a másik hármat fölismerni, hogy ne legyen elszigetelt, ne legyen abszolutizálható, ne legyen az egyetlen igazság a Földön. Úgyhogy én jó utat kívánok a szenvedés meghaladásához, mert az is jelen van. Köszönöm. Nagyon szívesen. Azt szeretném megkérdezni, hogy egy ideje gyakorlok már, és otthon, tehát elszigeteltem. Azt tapasztalom magamon, hogy eljutottam egy olyan periódusba, amikor úgy, úgy teljesen megváltozott körülöttem minden. Tehát a, az embernek volt biztonságérzete. Aztán nem lett. Aztán, de semmiben. Nagyon jó. Még menjünk, a... menjünk tovább, mert utána ez fejlődik. Igen. És gyakorlatilag teljesen máshogy tapasztalom a külvilágot, az embereket, a helyzeteket, magát, a munkámat, az életemet, mindent. Nagyon jó. Ha az addigi nézetek biztonságot adtak, akkor világos, hogy a biztonság elvész, mihelyt a nézetek megváltoznak. Ez kódolva van az egész meditációs tapasztalatban, de itt nem áll meg a dolog hanem amikor a világ megváltozik, az azért van, mert te megváltoztál. És egy idő után úgy tapasztalod a másik embert és a környezetet, ahogy az tényleg van. Na, abban menedéket lehet venni. Az újra biztonságérzetet ad. De egy más alapon. A tisztánlátás alapján, és nem az elgondolások, elméletek, elvárások és félelmek alapján. Nagyon világos, hogy amikor a meditáció által tisztul a tudat, megváltozik a világnézet. Nekem az első ilyen élményem az volt az első hónapban, mint hogyha valaki két kézzel kirántotta volna a szőnyeget a lábam alól. És hogyha ez hasonló, akkor azt kell mondanom, hogy ebből a szempontból nem jársz rossz úton. Csak ismert fel a világ ilyenségét. Tehát ha kimulnak az illúziók, akkor hiheted azt, amit látsz, hogy az ékék és a fűzöld, az éjszaka sötét és a nappal világos. Tehát a világot a maga ilyenségében lássuk, hogy nem jó vagy rossz, hanem éppen ilyen. Létrehoztuk, tehát ilyen lett. Meg akarjuk változtatni, teremtsük másképp. Úgyhogy ez nagyon egészséges folyamat, de én nem hiszem, hogy te annyira elszigetelt lennél. Ugye? Ö, gyakorlatilag egy olyan érdekes érzés, hogyha az ember többiek között van, mint hogyha nem tudná elmondani, hogy, hogy mi történt. De ne is mondja, azzal zavar be. Tehát a zenben mi nem szoktunk mesélgetni, hogy te figyelj, három darab pacsirtát láttam most belül. Az mit jelent? Azt jelenti, hogy madárkarmád van. Tehát, tehát nem szoktuk a meditációs élményeket csócsálni. Miért? Mert azok jönnek és mennek, és ez nem rólad szól. Arról szól, hogy ami jön és megy, az csak karma. És előbb-utóbb tapasztaljuk azt, ami nem jön és nem megy. Azt viszont tényleg nem lehet elmondani, de lehet működtetni erre való az elvonulás, korinterjú és egyebek, hogy a helyes működést tapasztaljuk. Nagyon letisztított, üveghangra kihúzatott környezetben. Meditálj tovább. És hogyha valaki szőnyeget tenne a talpad alá, gyanakodj. Egyéb kérdés? Egy általános iskolában tanítok, ez a 31. tanévem, és az utóbbi két-három wow. évben van olyan... Van szembószál. 31. tanév? Igen. Te vagy a magyar köznevelés bóthiszatvája, e, és az összes olyan kollega... hogy fogalmaztam volna, de köszönöm. És az egy nagyon aktuális problémám, hogy más iskolából áthoznak hozzánk gyereket, akit ott bántottak a többiek. És áthozzák hozzánk, hogy egy új iskola, új környezet, új tanárok, új gyerekek, és pár hónap múlva megismétlődik ez a dolog, és, és nem áll le. A kérdésem az, hogy én hogyan tudnék segíteni. Kollégákkal, például a terapeuta kollégákkal, akik ö, azonosítják a problémát a gyerekben, és megváltoztatják a kis lényének a működését. Hát erre való a gyermekpszichológia, erre való a drámapedagógia, erre való a gyermekszínház, a különböző olyan cselekvés általi tanulások és rálátások, amelyek tényleg ezeket a traumákat ki tudják venni. Hát a gyerek elképesztően sérülékeny, oly mértékben azonosul a környezeti hatásokkal, az emberi impulzusokkal, hogy a felnőttségnek az egyik nagy fokmérője az, hogy mennyire tudjuk ezt az azonosulást megszüntetni, és magunkat ettől szabaddá tenni a gyerek erre évekig képtelen. De ez az, amikor ugye beíródik a karakterbe ennek az inkarnációnak az alapanyaga, az a fajta környezeti hatás, amitől ő más ember lesz, mint korábban. Úgyhogy tessék a kollégák segítségét kérni. Tessék egy nagyon egységes, azt mondom, teljesen gyermekcentrikus közelítést alkalmazni, hogy kérdezzünk, hogy rajzoltassunk, hogy, hogy beszéltessünk, és formálja meg, tegye a környezetbe, externalizálja a problémát. És ennek rengeteg útja van, a kreatív játékoktól kezdve a közös cselekvésig, de nagyon kell figyelni, hogy mikor kell delegálni a feladatot mondjuk egy gyermekpszichológusnak. Mert anélkül, hogy az énből ezt a traumát kivennéd, anélkül ez nem megy, mert újra fogja termelni önmagát, mert önigazolást talál benne. És ezt az önigazolást kellene megszüntetni, hogy én azáltal vagyok az, aki, hogy megismétlem a traumát. Vagy, még rosszabb, a környezettel ismételtetem meg magamon, hogy ezt az énséget vigyem tovább és örökítsem. Hát vannak elképesztően rossz örökítő anyagok, és mégis megcsináljuk. Mert attól vagyunk valakik. Egyébként nem akarok hazabeszélni, de vannak olyan országok, ahol mondjuk a meditációt, mint tanulástechnikát teljesen vallásmentesen tanítják. Megtanítjuk figyelni a gyereket. Megtanítjuk kommunikálni a gyereket. Megtanítjuk tanulni a gyereket, hogy egy összeszedett, világosabb, tisztább tudattal, hogy tud jobban tanulni, elsajátítani, kommunikálni, működni és működtetni. Ez már bizonyos országokban a tanterv része. A figyelemzavar, koncentráció hiány, hogyha ez felnőtteknél jelentkezik, akkor ebben a zen Meditáció segít a felnőtteknek igen, is? segíthet, igen. Gondolok például akár ADHD. Ő... Mindaddig, amíg nem kell pszichiáter, tudunk segíteni. Mm. Ha már pszichoaktív gyógyszerek és intenzív terápiak kell, akkor egy határon túl lépett. Mm. Onnan visszajöve, ismét tudunk segíteni. Persze. Jó, köszönöm. Szívesen. Két kérdésem lenne hogy mit jelent az, hogy a mantra a tudat önvédelmi eszköze? Volt már olyan, hogy valaki a lábadra lépett a járművön, és te le akartad gyilkolni? Igen. Oké. Okay. Na, ez a reaktív tudat az, ami túl reagál, például egy lábamra lépést. Az, hogy odébb megyek, ha ránézek, megszüntetem a kölcsönhatást, az egy nagyon világos és optimális reakció. De mindaz a harag, ami az emberben ilyenkor a sértettségből ö, fakad, és tízszeresen akarja visszaverni, nem háromszorosan, mint Lúdas, a Mátyás, százszorosan. Na, ez a reaktív tudat az, ami pokolba dönti ezt az egész világot, ugye, hogy van. És ez a reaktív tudat az, ami a mantra tükrén keresztül nagyon jól meglátható. Tehát mi lenne akkor, hogyha egy lábadra lépéskor az együttérzés mantra kapcsolna be, és nem pedig a gyilkológép. Ezért érdemes mantra praxissal dolgozni. Emellett, hogy a saját ártó hatásainktól mentesítjük magunkat és a környezetünket, még van két nagyon fontos aspektusa. Az egyik, nagyon sokan nem rendelkezünk egy olyan belső szellemi hierarchiával, amely autonóm lenne. Mindig függünk itt a környezet, hogy megmondják nekünk a tutit, és meg is ragadnak minket a tájékozatlan üstökünknél fogva. Ez nem jó. Tehát amikor az ember Tanul, akkor tanulja meg a szellemi autonómiát, és tapasztalja is azt, hogy milyen belső értékrend szerint érdemes élni. A mantra azért segít ebben, mert a te belső szellemi totemoszlopodnak a tetejére oda teszed, és akkor az együttérzés lesz a legfontosabb. A megvilágosodás lesz a legfontosabb. Tehát kialakul egy olyan belső szellemi hierarchia, hogy a személyiséged minden egyes alkotó része ezt az általad választott minőséget fogja szolgálni és ez egészséges. Mert akiben ez nincs meg, az nem tud egyé Az állandóan szét lesz tagolva hatalmas horizontális jelenség tengerben, és ott nagyon jól el lehet veszni. Elképesztően jól lehet a figyelmet káoszszá konvertálni. De ha van egy vertikális, világos értékrended, az, amit a mantra reprezentál, és a mi hagyományunkban azért elég jó minőségek vannak kódolva a mantrákban, ha azt te recitálod, akkor te határozod meg az utadat, és nem mások határozzák meg a tiedet. És a harmadik nagyon fontos aspektus az a jel és a zaj megkülönböztetése. Ez az előző kérdés is egy picit válasz, mert a mantra praxis ez kicsöpri a zajt az elméből, és csak a jel marad meg. Tehát védi a tudatot önnön reaktív, dualisztikus ártóhatásai ellen, kialakít egy belső szellemi hierarchiát és fenn is tartja, és a jel és a zaj megkülönböztetésében nagyon jól segít. Ez a mantrának a három alapfunkciója. Rengeteg van még, és rengeteg hagyomány, rengeteg féleképpen tesz ehhez hozzá, de ha megnézed, a mészerkezetben ez a három mindig megvan. Jó, köszönöm. A másik kérdésem az, hogy most vasárnap kezdődik egy három hónapos elvonulás. Így van. És ott nagyon érdekelne azon belül, hogy a, az intenzív hét az, az. Mindenki az intenzívre, ha ezt nem Igen, értem. Mert, mert az olyan, mintha nem is tudom. Hogyha így vágyik valaki valamire, akkor szerintem például erre érdemes. Tehát, hogy részt venni mondjuk egy ilyen három hónapos elvonuláson különösen kihegyeződve a, az intenzív hétre. De a kérdésem az valójában különösen belelazulva az intenzív hétbe, ha te ott nagyon kihegyeződsz, az letörik. Aki nagyon-nagyon a gyakorlat lényegét akarja megragadni és az összes többi részletet elfelejteni, az előbb-utóbb szenvedélybeteg lesz. És 100%-os alkoholt fog inni. Tehát viseljük el, hogy mondjuk nem intenzív héten is részt veszünk. De az belül neked ugyanolyan intenzitás, mert hat és fél órát tudsz aludni, és nem három és felett. Tehát nem leszel attól jobb, hogy szétszaggatod magadat, mert van, aki csak arra szeretne jönni. Ezért iktattuk be a minimum 5 napos felkészülést, tehát hét meg öt az 12, és 12 nap a minimum ebben az esetben. Ugyanis mindenki egy kis rövidítés szeretne, hogy ne kelljen három hetet, helyette ülök majd egyet. Hát nincs ilyen, kérem szépen. Itt nincsenek rövidítések. Az egy más sportág. És a 90 napos az nagyon jó. Az annyira jó, hogy a buddha óta, ők a nyári monszúnnal kezdték, amikor három hónapig ott esett, és senki nem utazott, nem voltak ilyen nagyobb mozgások, a falvakból megkapták az alamizsnát, és mindenki meditált. A téli három hónap, az Pajcsang idejében, olyan Krisztus után a 8. században jött be, hát addigra azért a Tang Dynastia beli Kína eléggé sok kolostort szerzetest szerzetes nőt termelt, és valahogy a téli három hónapban azért foglalkoztatni kellett őket, mert a földeken nem volt munka, ugyanúgy nem volt utazás, mert elképesztően hideg volt, és akkor a három hónap télen hozzájött. És az a szerencsénk, hogy a világ özbuddhista társadalmában egyetlenként Dél-Koreában ez megmaradt. Sehol máshol nem maradt meg és külön hálás vagyok tanítóimnak, hogy ebben nekem részem lehetett, és van is a mai napig. Tehát ez a 90 napos az, ami a nagyon mély tisztulás. És ez az, ami, ha megnézed, három hónap az életből nem sok. Persze részidőben is ott lehet lenni, három napot is lehet vállalni. Egy hetet, két hetet, három hetet, amennyit szeretnél a három nap és a 90 nap között. Tehát részidősen is lehet, ez a hagyományban akkor jelent meg, amikor világiak is elkezdtek érdeklődni ez iránt. De a régi vágású dolog, amiből én hatot csináltam, az az, hogy elejétől végéig mindenki ott van. Azért az nagyon más repülés. Gondoljuk meg azt, hogy ha a belső minőségeinket szeretnénk javítani, akkor mennyi energiát szeretnénk erre áldozni? annyi mindent szeretnénk a világban elérni, mint külsődleges dolog, név, forma, kapcsolat, birtoklás, viszonyok, egyebek. Mennyit szánunk arra, hogy magunkon egy picikét tisztítsunk, javítsunk, tudatosítsunk? Ezt kéne belőszemügyre venni, és akkor te hozol egy döntést. Amikor tavaly volt a 90 napos, hát így nagyon dilettáns módon, vagy amatőr módon próbáltam Is. így lélekbe átidalni ezt a Wubanadvölgy körmend földrajzi távolságot, hogy többet meditáltam, Ö, többet recitáltam, többet mantráztam, de, de, így áthidalható? Áthidalható. Három óra az áthidalási idő, és megérkezel Fárik útra, a Búbánat völgyén keresztül, de már nem oda, hanem Úrkuta, kérem szépen és itt van az a templom, ahol meg lehet szabadulni mindazoktól a kényszerképzetektől, amelyek eddig az utadat gátolták, amelyek miatt nem az vagy, aki tényleg szeretnél lenni. Jó? Jó, köszönöm. Szívesen. Azt szeretném megkérdezni, hogyha az ember reggel gyakorol, akkor úgy egyben van. Én általában reggel tudok gyakorolni, akkor, akkor van időm rá, és úgy alakult ki a napi rendem is. És hogyha elmegyek dolgozni, vagy napi cselekedeteimet teszem, munka és egyebek, akkor előfordulhat, hogy reggeli gyakorlás utóhatásaként kibillenik az ember a, a hétköznapi állapotából. Hogy ilyenkor mit lehet tenni? Mert mondjuk egy munkahelyen vagy egy, egy megbeszélésen nem igazán lehet megcsinálni azt, hogy befelé kezdek figyelni, amikor kifelé kéne. Dehogy nem hát akkor hozol jó döntéseket, ha egyszerre látsz belül és kívül, egyszerre hallod a finom intuitív meglátásokat belül, és az illető hangját kívül. Hát ezek a nagy mesterek, akik ezt tudják. És ők csak a kereskedelem nagymesterei, vagy a tőzsde nagymesterei, vagy az esetleges jó társadalmi politikai döntések nagymesterei, mert a belső hangot ugyanúgy hallják, mint a külsőt. Ne szűnj meg figyelni a lélegzetedet. Ne szűnj meg a tantiánra fókuszálni, mert ez az akarat és az intuíció központja. A gyakorlatnak csak a formáját fejezed be reggel, mielőtt kilépsz a házból, de a gyakorlat tudatát azt viszed magaddal. Azt a tiszta tudatot, amely sokkal jobb minőségű, mint az ember általános döngicséléseit bent. A másik kérdés az lenne ezzel kapcsolatban, hogy a gyakorlás felhozza a félelmeket is. is. Között. De az egész állatkertet fő hozzá? Nem csak a félelmet, van. mindent. És például napközben mit lehet vele kezdeni? Tehát amikor, amikor Napközben figyeld a napsugarakat. Délegzek, koncentrálok, és mégis ott vannak a félelmek. Akkor mantra? Nem. Akkor éppen mit látsz, mit hallasz, mit csinálsz, mi a teendőd, milyen helyzetben vagy, mi a kapcsolat, és a többi. Tehát akkor van egy olyan, hogy mivel helyzetben vagy, ezért erősebbnek kell lenni a jelnek, mint a zajnak. Ha át kell hidalni, akkor egy mantrát elmormolsz, és kész. De akkor nincs idő nagy takarításra belül, mert cselekedni kell. És ez nem elfolytás. Ez látás. Ez más. Értem. Oké. Okay? Nyilván nem leszünk mindannyian szent gyakorlók, és ugye itt szó volt arról is, hogy, hogy nem is. Lenne ugye, kapacitás mindenkivel foglalkozni? De, de nem hogy is nem. Is. Az egész világgal, csak nem azt akarjuk, hogy az egész világ zengyakorló legyen, hanem hogy mindenki járja az útját. De aki jön, nem utasítjuk el. A kérdésem a következő, hogy aki mondjuk más kultúrkörből való, nyilván, és, és egy nyilván a környezetem nagy része az, és hát én is, és hogy azoknak mi a mi a javaslatod? Tehát, hogy nyilván mindenki el akar valamire indulni, valamire is indul, de, de nyilván marad a saját kultúrájában valamilyen szinten. Maradjon is, a zen nem billent ki a saját kultúrádból, felajánl egy más nézőpontod, a kultúrát nem alakítja át. Te jobban fogod látni a saját kultúrádat, benne önmagadat, a kapcsolataidat és az utadat. Ez az első az ennek a meditációs technikája azzal a nulladik ponttal kezdődik, hogy merj látni, és merj őszinte lenni önmagadhoz. Ez nem kultúrfüggő. Nem vallásfüggő. Ez az emberfüggő. Ezt nem látja, tehát ez a teljesen egyértelműen valami mást lát maga körül, mint amit. Amikor... Ki? Hát mondjuk én is. Nagyon jó, mert végre konkrétizáltuk, akkor hozzá tudok szólni. Milyen színű a padló? Mondjuk barna. Barna, bizony. Milyen színű a menyezet? Mondjuk fehér. Tehát, ha ezt ilyen szépen látod kívül, akkor képes vagy arra, hogy az érzelmeidet és a gondolataidat előbb-utóbb ilyen tisztán lásd belül. És ez megint csak nem vallás, kultúra és egyéb függő. Tehát a látást tanítjuk, és nem mást. És hogyha ezen az úton indulsz, akkor semmiféle veszteni valód nincs. Tehát nem attól kell félni, hogy Úristen, megváltozom akaratom ellenére, hanem lásd azt a távolságot, amit már kielöltél, de még nem futottad meg. Még nem vagy ott. Hogy hiszed, hogy elérheted, de még nem tetted meg. Ez a legelső meditációs technika, hogy mer látni, mer őszinte lenni önmagadhoz, és így, mint napra éj következik jó koráció, hogy áll máshoz se lész. Egyéb kérdés? ha az ember bemegy a dzsungelbe, és találkozik a tigrise, és hogyha levadász a tigrist, akkor is tigrissé változik, és hogyha a tigris eszi meg őt, akkor is tigrissé változik. Ez ja, így megszem. van. Ez egy gyönyörű japán idézet, Igen. és az, hogy miként változott tigrissé a két esetben, az nem ugyanaz. Igen, és pont ez, 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 ezzel a tigrissé változással kapcsolatban lenne egy olyan kérdésem, hogy én nagyon nehezen viselem azt, hogyha szenvedést tapasztalok körülött tapasztalok magam körül, akár mondjuk legyen ez lelki szenvedés, vagy egymásnak okozott, vagy értetlenségből előidézett, vagy, vagy, vagy direkt előidézett, szándékosan előidézett, vagy akár embereket méltatlan helyzetbe hoznak, vagy állatokat. Tehát teljesen mindegy az élővilág, ami körülvesz minket. És akkor ez a, ez a mérhetetlendű, és most levadászom. Szóval, hogyha a jelképpel akarok élni, hogy, hogy most, nem is tudom, mit csinálnék vele. Hogy és mi ennek mi lett az, az eredménye, mert most már érdekel, hogy a vadász szenvedély és a dű az hogyan lépett tovább benne? Hát ez inkább egy ilyen frusztáltságból lépett tovább. És utána? Aztán utána abba, hogy nem válhat az ember azzá, amit... Tehát, hogyha belemegy egy játékba, akkor a játékbe húzza ez a celofán a döntött csirkés történet, ha jól értem a beszédeidből. Leszűkül a tudat tere, és az adott karma kitölti, elvész a választási lehetőség. Ez erről szól. És érteni értem, de nem tudom magam függetleníteni tőle. Dehogy nem? Ö... A kérdés itt az, hogy az én dolgom vagy nem? És előbb-utóbb rájössz, hogy mi a dolgod? És abban a pillanatban, sőt, a legjobb kérdés az, hogy mi a dolgom ebben a helyzetben. Elmondok egy aprócska anekdótát. Akármennyire is furcsának hangozhat, én tegnap előtt a tengerparton ültem. Délelőtt. És ez azért volt szép, mert a házigazdám elvitt egy olyan helyre, ahol nagyon sokan ültek én asztaloknál, és szendvicseket, üdítőket és egyebeket fogyasztották, nézték a tengert. A néni, aki a mellettünk levő asztalnál éppen fogyasztotta volna a szendvicsét, a mobilkájában nézett, és egy picit így elfordult az asztalt, hogy kb. ennyit. A szendvics meg itt volt és ott a galambok, meg a verebek elképesztően szelidek. És a fiatalok olyan kis akaratos madarak, mert tudják, hogy egy darab veszély nincs. Tehát az összes ember ott mással foglalkozik, és már nincs galambleves, meg rántott galamb, meg elfogott galamb, meg kitekert nyakú galamb, tehát ilyen már nincs, és ezért ők nagyon felbátorodtak. És az történt, hogy amíg a néni nézte a telókáját, addig a galamb fölugrott az asztalra, és elkezdte enni csipegetve a szendvicsét, de annyira erősen, hogy a kis felső kenyérszeletet le is dobta a padlóra, és ami a tőtés volt, azt, mert okos galamb, és rögtön a lényegre tört. Amikor ezt láttam, akkor néztem, hogy most szakítsam meg a beszélgetést, és rongyoljak oda öt métert, vadásszam le a galambot, akkor a néni megköszöni, vagy pedig hagyjam, hogy ez az egész egy kicsikét bontódjék ki, és mivel nem volt senki életveszélyben, senkit nem fenyegetett hatalmas veszteség, ezért megnéztem, hogy a néni mit fog csinálni, miután rájön, hogy a mobilba veszés az ilyesféle szendvics vesztéssel járt. Előbb-utóbb a galamb olyan közel jött, hogy már betért a látótérbe, és így felriadok, ugye, azt láttam, Hatalmas nagy ilyen, ugyanez a dümeg frusztráltság, hogy megtörtént valami, amit megófattam volna, de mégsem. Csak hogy jött a brilliáns döntés, Garçon hívta a pincért, és panaszkodott a galambra, hogy megette a fél szendvicset. És ez egy olyan ország, nem Magyarország, ez egy másik ország, ahol fogják és visszaviszik egy illedelmes mosolyal a tányért, és újra kihozzák. És amikor kihozták és letették az új szendvicset a néni elé, ő megint merült volna a mobiljába, de körülnézett, és látta, hogy ott van a galamb, és letette a mobilt, és elkezdte enni a szendvicset. És akkor úgy éreztem, hogy helyesen döntöttem, amikor nem mentem oda, és nem avatkoztam közbe, mert nem zavartam a tanulási folyamatot különben csak frusztrálhattam volna magamat, vagy a galambot, vagy a nénit, vagy a hármat együtt. Úgyhogy nézd meg, hogy mennyire a te dolgod ez. Mennyire van ott rád szükség. És hogyha megteszel valamit, akkor tedd meg. De akkor ne várd azt, hogy megköszönik, vagy jó véleményen legyenek rólad mindenképpen. Nem mindig ismerik föl, hogy te éppen segítettél de te tudod, hogy az helyes cselekedet volt, mert az ok és okozat folyamatát úgy akartad megváltoztatni, hogy kevesebb szenvedés legyen benne. És ezt legjobb tudásod, szándékod mindennel együtt garantálta, hogyha éppen nem sikerült, akkor tanultál. De nézd meg, hogy a te dolgod-e. Köszönöm szépen. Szívesen. Visszatérve egy kicsit a gyermek, gyere, gyermekekre. Előfordulhat, hogy valaki leszületésnél azt vállalja, hogy nem vállal a gyermeket? Igen. Igen, és ez belül meg is jelenik. De csak akkor, hogyha belül megjelenik egy nagyon világos, szeretettelé, ellentmondásmentes hangon, akkor tudsz benne hinni. És akkor mi dolga a nőnek? A nőnek rengeteg egyéb dolga lehet. Én mondjam meg tudod te azt nagyon jó. Lenne egy olyan kérdésem a karmával kapcsolatosan. Hogy nagyon sokféle irányvonalat végtanulmányoztam a harcművészeteken keresztül, sok mindent még eljutottam zenhez. Ezzel kellett volna kezdeni, csak valahogy nem, nem volt még akkoriban, amikor én 20 évesen hozzáálltam, legalábbis itt szombathelyi vagyok. Tehát hogy. akkor még nem volt karma? Hát a karma még csak-csak volt, az biztos, csak még nem tudom. Mi hiányzott. A, a lehetőség, hogy, hogy merre felén az utak közt választani. Okay. És uh, érdekes dolog, mert az indiai kultúrában ugye van ez a nem csinálok semmit, nem csinálok karmát, felkiáltás, és előnek ott az utcélén. És ugye az ember rájön arra, ha nem csinálok semmit, az is karma. Bizony, például utcélén ülő karma, karmája. így van. Na most itt a kérdésem arra felé. Rendálna, hogy valójában hogy nem lehet karmát csinálni. Na mi van útban, mit ő szeretné megszabadulni, hogy hirtelen a nem csinálás, ugye? Az kell. Fogalmazzunk úgy, hogy hogyan tehetünk valamit helyesen, így van. ha már testben vagyunk, és ebben a lineáris és ciklikus időben, így ahogy nézzük, mert nem tud megállítani az áramlás folyamát, ami a, az idő. Tehát a nem tudjuk. Kár, kártétellel talán. Tehát a Ez kár a legkárosabb tétellel. mondat. Igen, tudom. Tehát mindenből ki akarom vonni magamat, optimalizálni az egészet, és a legkisebb kárral dolgozni, mert én nem szeretnék ebben az egészben részt venni, és ez nem rólad szó. Ez egy nagyon-nagyon komoly ilyen hiperintellektuális, most már nem csak európai megfogalmazás, és kiderül, hogy lehetetlen. Nem ezt gondolom, hogy kivonni magamat, hanem hogy lehet helyes döntéseket hozni. Ez már más. Tehát közben. az, hogy minél kisebb kárt okozni. Van, tehát hogy minél kisebb kárt okozzunk. Ez a kockázatvállalás megszűnése a legnagyobb kockázat az, hogy elkezdesz gyakorolni, mert az önképetben okozol kárt. Azt megtettem. Nem eléggé. -e. <laughs> <laughs> Még lehet bőven, bőven elmozdítani abból, kicsikét morzsásítani azt a veknit. Jó lesz az. Ne abban gondolkodj, hogy minél kevesebb kár, vagy minél nagyobb nyereség, vagy minél optimálisabb. Nem. Ismerjük meg úgy, ahogy van, belül is, kívül is mindenféle előzetes alkú nélkül. Mert uram, bocsánat, hogyha én nem akarok karmát végrehajtani, teremteni, akkor segíteni sem tudok másokon. De ez az én, ez megmarad. Ez a baj. Az önkép nem változik, csak lecsökkentette az aktivitását. Értem. Nézd meg, hogy hogyan ébredhetsz föl, és hogyan segíthetsz másokon, és amikor kell cselekedj, amikor nem kell, ne cselekedj. Tudjunk visszatérni a nulla pontba, a nem cselekvés, nem mozduló tudatpontjába, és innen indítsunk helyes cselekedetet, helyes mozdulatot, ha kell. Értem. Jó. És az akkor nem gerjesztek karmát, hogyha helyes De helyes, helyes karmát helyes gerjesztesz. Hát persze. Nézd meg a szenvedés megszüntetésének az útját, a negyedik nemes igazságot. Az a nemes év törzsvény, és abban már hallhattátok helyes nézet helyes beszéd, helyes elhatározás, helyes meditáció, helyes életvitel, helyes elmélyedés, helyes felébredés, ezek mind ott vannak. Mitől lesz helyes? A pillanatban. Amikor ezt a hangot hallod, megszűnik minden dualisztikus gondolkodás. A tudat tükre letisztul, nem azonosul semmivel, tisztán látsz, tisztán hallasz, tisztán ismersz föl. Ez a helyesnek az alapja. És ezt nem csak itt látod, hanem rengeteg más iskolában. Az advaita védántától kezdve a tibetig, a téravádáig csak más a fogalom. Tehát bennünk van az a lehetőség, hogy tiszta tükörben lássuk, és ne csak árnyátékként, hanem úgy lássuk, ahogy van színről színre. És nem pedig az elme által homályosan. Nézd meg azt, hogy a halászhálóval csak halakat tudsz fogni. Meg egyéb ilyen tengeri herkentjüket. De a tengert nem tudod kifogni. Hát ahhoz, hogy az egészet tapasztald, ahhoz le kell tenni a hálót, a konceptuális gondolkodást, és be kell tudni ugrani a tengerbe. Itt viszont félelem nélkül. A károkozás, vagy az önmagam védelme nélkül. Jó? Előre. Szívesen. Én nem úgy jöttem ide, hogy meg fogom kérdezni, amit szeretnek. Az elengedés. És nem Nem a, a párkapcsolatról van szó, hanem egy hozzátartozó, akit hat Haláleset? Fél... Igen. Fogad és elfogadni érzésem? sem Igen. tudtam még hat és fél év alatt, mert nem tudom, mi történt. Az édesapámról van szó. És ö, most most már az egészségemet is befolyásolta. Hogyha a betegségig viszed a ragaszkodást, ezzel vissza tudod őt hozni? Nem. Ezt tudatosítsd belőle. Ezzel fel tudod kelteni a környezetednek a figyelmét? Nem is akartam, mert... De felfogod, csak negatív módon. Tehát te leszel a probléma, amelyet a környezetnek meg kell oldania, mert ugye ápolni kell, figyelni kell, és a többi. Érdekes, hogy nem kellett, tehát öt hét alatt túl lettem az egészen, pedig nem egy egyszerű történet volt. De az édesanyámnak is úgy tudtam találni, hogy valójában nem is tudja, hogy mi történt velem, mert nem akarom őt terhelni, pont erről van szó. Nézd, ilyenkor tudomásul kell venni azt, hogy ő ebből a világból végleg elköltözött. Abban a formában, ahogy te őt ismerted, mint az édesapád, nem fog még egyszer létezni. Tehát az a lélek ugyanazt a testet nem fogja fölvenni. Tehát ennek az okozatiságnak a meglátása az, amely megment attól a belső mechanizmustól, hogy te lélekben utána menj. Mert ha megbetegítem magam, az az, hogy megyek utána. És ilyenkor a létező párkapcsolat, illetve család nagyon fontos, mert itt erősebb kötést kell tapasztalnod, mint az eltávozotthoz való kötés. Igen, ez Ennek az köszön. eloldozására nagyon sok vallás, nagyon sokféle ceremóniát kitalált. Az ember is van ilyen, ez a megemlékező ceremónia, amely nem pusztán a lényre emlékezik, hanem tudatosítja a jelenlévőkben, hogy ő elment, sőt, elköszönünk tőle, és ezért három nagyon fontos dolgot kell tenni. Az egyik a köszönöm, megköszönöm neki, amit adhattunk és kaphattunk egymásnak, mint pozitívum az életben a bocsánat és a megbocsátás, a negatívumokért való bocsánat kérése és a bocsánat elfogadása, és ez a lélekben megvan, ez lehet, még akkor is, hogyha a másik fél nincs testben. És a harmadik pedig az elköszönés, az Isten hozzád. Az első kettő nélkül nincs a harmadik. Tehát amíg dualisztikus csapszegekkel rögzítem a képet, a tapasztalatot, a lényt a lélekben, addig a jó és a rossz ugye ott tartja bent a falban. Ezért kell megköszönni, megbocsátani és megbocsátatni, hogy ezek az elképesztő erős ragaszkodások eloldozódjanak, hogy meg tudjunk szabadulni ettől, mert ő már nincs itt, de mi még mindig azt akarjuk, hogy itt legyen. És uh -huh. egy átlagos gyászfolyamatban olyan hat hónap max egy év alatt az ember ezt le tudja rendezni, de hogyha speciális volt a kapcsolat akár nagyon jó, akár nagyon rossz. Akkor ez évekig tarthat. Nagyon jó volt. És ezt kell tudni megköszönni, és tudomásul venni, hogy ez tól ig a teszületésettől az ő haláláig volt kész. Én ugyanígy emlékszem a nagyapámra. Apai nagyapám, ő volt az első zenmesterem, 12 évig éltünk együtt, pont 12 éves koromban ment el, és fantasztikus dolgokat tanított, hatalmas dolgokat mesélt, és meg kellett küzdenem azzal, hogy nem tudom őt visszahozni. És így ez milyen mélyre ment, tínédzserként ezt el tudtam engedni, de amikor 2014-ben szerzetes társaimmal együtt pulában jártunk, régen Pólának hívták, ő ott állomásozott az első világháborús magyar haditengerészettel, osztrák-magyar monarchia pontosabban. És két csatahajót lőttek ki alóla torpedóval, a Szent Istvánt és a Viribus unitiszt. Mind a kétszer utolsó parancsra hagyta el a hajót. Mind a kétszer túlélte, és így lett négy gyermek. Az egyik az apám volt. Megköszöntem neki ott, ahova kivittek minket egy ilyen kis városnéző hajóval, ahol álltak ezek a hajók, a régi nagy csatahajók, hogy ezt megtette. Köszönöm, sokat segítettel. Úgyhogy akkor beteljesült valami, egy nagyon időtlen módon, és akkor valami körbeért. Én kívánom azt, hogy lássuk meg azt, hogy mi van a lélekházában, a pincében, az utcaszinten, az emeleten és a tetőn. Mi az, amiről azt gondolod, hogy soha nem akarod látni, és leraktad a pincétbe, amit valahol a tető fölé emeltél, mert annyira értékes. És mi az, amit a léleknek az emeletein, a szobákban tárolsz? Kívánom azt, hogy ismerjük meg ezt a házat. Ismerjük meg azt, amit lehoztunk, mint karmát. Tapasztaljuk azt a helyzetet, amiben vagyunk. Építsünk ki helyes viszonyokat. És akkor cselekedhetünk úgy, hogy mindannyian a felébredés útját járjuk, és segítünk mindenkinek megszabadulni a szenvedéstől. Magunkat is beleértve. Köszönöm a figyelmet.